A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum emlékérmét olyan személyek kaphatják meg, akik kiemelkedő jelentőségű, több éven át tevékenységet folytattak az intézményért. Az emlékérmet 2020 óta minden év augusztus 20-án a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum alapításának évfordulóján a múzeum születésnapi rendezvényén osztják ki. Az idei díjazott Vojtek Éva, a Cukrászmester magazin főszerkesztője, nevét a Magyar Cukrász testület berkein belül mindenki ismeri pedig nem cukrász, nincs cukrászdája sem, és saját bevallása szerint még sütni sem tud. Mégis aki ismeri tudja, hogy milyen elkötelezetje a tradicionális magyar cukrászatnak és annak népszerűsítését fejlesztését tekinti hosszú évek óta, önnön vállalt feladatának. Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Vojtek Évát, Szerbusz üdvözöllek. Szerbusz köszönöm a meghívást. Gratulálok az emlékéremhez mindenképpen, és hozzá tartozik, hogy te egy nagy égetett cukortortával, grillástortával érkeztél ide, amin az áll, hogy boldog születésnapot, és elárultad, hogy nem csak a múzeum ünnepli a születésnapját augusztus 20-án, hanem te is. Hát így van, ez egy véletlen egybeesés, és nagyon örültem, hogy akkor így egybe olyan társaságba ünnepelhettem ezt a számomra jeles napot, ami meghatározója az eddigi évtizedes munkásságomnak, tehát cukrászok között, muzeológusok között és olyan közönség között, akiket évek óta ismerek onnan, hogy az olyan előadásokra, kiállításokra vagy eseményekre jöttek el a múzeumba, amit közösen szerveztünk. Milyen érdekes, hogy akármit olvasok rólad, valahogy a kultúra és a cukrászat mindig keveredik és mindig találkozik. Hát ez így van, és hogyha elkezdhetném így a életemet, mert ugye sokszor fölvetődik a kérdés, hogy miért szeretem én a cukrászdát, a cukrászatot, hogy mi köt hozzá, mi az a különleges dolog, akkor elmondanám, hogy a különlegeségi cukrászdába kezdtem el dolgozni, az Andrási úton az a régi Lukás cukrászda, és ez a 74-es évre tehető, Hát az a, akkori kornak egy nagyon nívós és elegáns cukrászdája volt, és nagyon híres emberek jártak oda, de hát persze nekem arról fogalmam se volt. Hát némelyik idősebb kolléganőm azért megnevezett ezt azt, hogy ez kicsoda, az kicsoda. Hát ugye ott volt a, a bábszínház, ott volt az iparművészeti főiskola, akkor még mm -hmm. úgy hívták, és hát különféle ilyen kávéházi figurák is betértek ebbe a cukrászdába. Itt ismertem meg, hát idézőjelben nem Pertú, hanem ide járt be Mándi Iván is, és hát nagyon szelíd, szolíd, visszafogott emberként emlékszem vissza rá, és ez egy nagyon érdekes sztori, hogy a Mándi Iván életét nagyon aktívan kutatja a bizonyos Darvas Ferenc nevezetű úriember, és hát egy olyan tíz éve, vagy akárhány éve fölhívott, hogy kedves Éva, ön, mint élő tanú emlékszik a Mándívára, mondom, úristen, na most már megöregedtem, ha én vagyok az élő tanú. Hát és akkor a Mándíváról kellett beszélni. Hát mindig szantkuglófot evett nálunk, ami egy Szerintem egy szörnyű, száraz sütemény, és mindig meg is kérdeztem egyszer tőle, hogy hát művészúr, hát miért ö, eszi ezt a süteményt. És akkor úgy elgondolkozott, és a köksi is veréb jelenség volt, és akkor elgondolkozott, azt mondta, tudja nekem a szant kuglóf, a sivatag száraz homokja. És akkor ezzel a mondattal így emlékezetembe vésődött. De egyébként nagyon sokat járt oda, ő egy ilyen igazi e, kávéházi figura volt, ugye az elején elkezdte az Andrási utat, vagy a Hősök terétől, vagy a Bajcsi uttól, úttól, és akkor végig járt a Lidóba, Szavolyba, Evet, Ibolya cukrázda, Rózsa cukrázdába, itt tudom én, nálunk is, művész cukrázdába természetesen betért, mindenhol törzs vendég volt, és mi a presszós kisasszonyok, mi ismertük őt, mert hát hol itt landolt, hol ott landolt, és hát szerintem nagyon sok novellájába feltűnnek a presszós kisasszonyok, nyilván összegyúrt minket, tehát mindenkinek a karakteréből valamit beletett a regényeinek, novelláinak a hősnői megjelenítésébe. De aztán jött a korona, ugye? Hát a korona, igen. Ott is megjelent a kultúra, de még mennyire? Igen, hát ez, ez teljesen véletlen volt, mert a korona üzletvezető helyettest kerestek, és akkor két év felszolgálóskodás után úgy gondoltam, hogy én már mi az nagyon-nagyon, nagy igen. És öm, oda kerültem, és akkor kezdett el szerveződni a koronapódium, ami az akkori időknek egy unikális dolga volt, mert ugye Cukrászdában volt színházi előadás, ez volt a koronapódium, és mindenféleképpen meg kell említeni Mikes Lilának a nevét, aki ennek az egésznek a motorja volt, és hát a Cukrászda személyzetét, mert öm, akkor, ami a délpesti vendéglátóhoz tartoztunk, és nagyon érdekes, hogy támogatta azt a tevékenységünket, hogy legyen ott egy önálló cukrásztermelő, hogy kínáljunk nívósabb süteményeket, ne a központi termelőből, ugye ilyen plé, alumínium plé uh, ládákba hozták a sütemény, ne az legyen, hanem egy elegáns hely legyen. És uh, hát aztán olyanokkal kerültem itt kapcsolatba, Darvas Iván, Rutkai Éva, sajnos pont abba az időbe, amikor meghalt a Latinovics Zoltán, és a Paudis Béle. szóval fantasztikus személyekkel kerültem. Hát emlékszem egyszer a besenyei, ő néha késett, és akkor... Hát én ilyen ügyeletes mókamesterként ott előadtam magam, hogy hát a dúvat féle is megjelenésbe, és akkor egyszer csak valaki megkopogtatta a vállamat, hogy megjöttem, nem kell a szöveg. És ez a művész úr volt, majd de szerettek oda járni, és nagyon családias volt a hangulat. Lapsankát sütöttünk nekik. Hát persze az előadás után, melyekőn már zsírszag lett volna, de ott mindenki jól érezte magát. Tehát már akkor közel került hozzáad a kultúra és a cukrászat is. Korona Pódium, ahol kulturális előadások és Így ilyen van. nagy művészek léptek fel. Éva, hogy lett ebből az egészből? egy életre szóló barátság kapcsolat, hogy onnantól kezdve már te oktatóként, versenyek szervezőjeként, tehát hogy kerültél bele ebbe a háttérvilágba? Hát a korona cukrázdában nem töltöttem el hosszú időt, talán másfél évet, és akkor elkerültem a Margit szigeti nagyszállóba, ami a, szintén megint azt mondom, hogy egy kiemelkedő szállodája van. ilyen elegáns helyen. Igen, hát mondhatni, és ott a Mosonyi Pali bácsi volt a cukrásztermelőnek a vezetője, és ha bár a szállodának nem volt kimondottan cukrászdája, de a lobbybárba, hát igen elegáns vendégek találkoztak, és azoknak egy nagyon színvonalas kínálatot tudott produkálni a szálloda. Hát arról még nem is beszélve, hogy akkor belekerültem egy ilyen külföldi közegbe, és láttam azt, hogy a szálloda mennyi energiát fordít Magyaros napok megszervezésére, pro kontra, hogy itt hozánk is jöttek, mi is mentünk ki külföldre, és hogy ez milyen érdekes és milyen izgalmas megismerni más országnak a kultúráját. De hát, hogy mondjam, de hogy ne tűnjön beképzeltségnek, szóval azért én olvastam könyveket. Tehát nem csak ez vezérelt, hogy valahogy oda a kulturális témájú dolgokhoz, és megláttam, vagy más szemmel néztem, nem vendéglátós szemmel néztem azt a helyet, ahol dolgoztam, hanem azt, hogy hogyan lehet hát gazdagítani magamat is, meg a közösséget is, amiben vagyok. Megmutatni? Egy kicsit? Hát a, a, elsősorban a későbbiekben, miután a Margit szigeti nagyszállóba ugye befejeztem pályafutásomat, mert mentem, és akkor, mikor újra elkezdtem dolgozni, akkor is szállodába kezdtem el dolgozni, és hát akkor már az volt, hogy hát a megélhetésért küzdködtem, mert az életemben bizonyos változások következtek be, és ennek folyamán Hát más, más, került az előtérbe, más volt a preferencia, hogy úgy mondjam. És egy, egyszer ugye ö, sétáltam a ö, ö, Margit hídnak a Pesti híd főjénél, ott van a bizományi áruháznak volt egy ilyen boltja, és megnáttam a kirakatba egy csodálatos tortalapátot, és a, hát annyira mélyponton voltam, és annyira nem volt szinte pénzem, de mindegy, hogy azt mondtam, hogy nekem ez, a, ez olyan gyönyörű, hogy ez nekem olyan boldogságot fog okozni, hogyha én ezt a tortalapátot megveszem, nincs rá szükségem, nem kell, nagyon-nagyon sokba kerül, és a zsebben belévő 20 ezer forint, annyi volt, ez egy ezüst tortalapát, de ez nagyon régen volt, szóval a 80-as évek forint. elejéről beszélünk, igen, ezt én megveszem. És akkor hazavittem, és akkor tényleg nagyon boldog voltam vele. Ritka dolog, hogy a tárgyak nekem ennyire örömet okoznak, ö, örömet tudnak okozni, mert általában a személyes kapcsolatok és a jó barátságoknak sokkal jobban örülök. De ez olyan ö, elindított bennem valamit, hogy ez nekem jár, ez engem érdekel. Ugye a tortalapától rajta van, hogy ö, kik csinálták, vannak logók, hát az ezüst művesség, hogy mikor csinálták, azt hol lehet megnézni. Ezek komoly kutató munkát igényelnek, és akkor belevetettem magam ebbe a témába. Jártam a múzeumba, akkor még a Dravecki Balázs volt a múzeumnak az igazgatója, és ő is nagyon készségesen segítette a idiótaságba, vagy nem is tudom mibe. Aztán később a Kisimre, és hát most már a török Robert, aki az múzeum igazgatója. De hogy rengeteg kutató munkám és minden félém volt abba, hogy én ezzel a tortalapátról minél többet megtudjak. Egyébként a Dan Christensen cégnek egy szortimentje, egy exkluzív szortimentje van. Megtudtam, hogy voltak katalógusok, hogy ez egy ka egy ilyen katalógus az akár több tízezer eurót is érhet, hogyha valaki kézbe veszi és megveheti, ilyen árverésen. Hát mondtam, az már nekem nagyon drága, de minden esetre elhatároztam, hogy én ilyet fogok gyűjteni történetekkel együtt. Mert az az érdekes. Egy tárgy, hogyha ott van letéve, hogyha oda nincs egy bejegyzés, egy könyvbe, egy fülszél, vagy valami, ami, ami személyessé tudja tenni, hogy ez a nagymamám receptfüzete, ugye, sokkal értékesebb, mint hogy itt van egy régi receptfüzet, vagy hogy képzeld, akkor találtam, amikor megvettük a régi házat, szóval ezt, azt akarom mondani, hogy történetekkel együtt érdemes a tárgyakat gyűjteni, mert akkor személyes tulajdonommá válnak. És akkor itt kezdődött ez a hobbi, de most, bocsánat, majd mindjárt visszakanyarodunk ebbe az időbe, de most mennyi van? Hány hát, torta lapátod ö, egyébként van? Egyébként 500 fölött járok, de ma a végén úgy vagyok vele, hogy nem én gyűjtöm, hanem az összes ismerősöm tudja, hogy virágot nekem nem érdemes venni még a művirág Torttal is elszáram, állom, hanem a hanem a torta lapátot. Nem mindenki tud történetet fabrikálni hozzá, de általában elmondják, hogy hol vették, kitől vették, mert ezt látták tőlem. Tudnélik, amikor majd nyilván beszélünk róla, külföldre utazunk cukrászokkal, ilyen mobilitási programok keretén belül, akkor nekem mindig programom a bolhapiac, a helyi bolhapiac. És akkor először mondták, hogy nyitjál rozzási evőeszközöket keresgélsz, mondom, nem azt keres a tortalapátot, és ke szeretném tudni, hogy honnan van, stb. stb. Uh, tulomba például egy öreg arabtól vettem, aki elmondta, hogy beköltözött egy régi lakásba, amit kapott az államtól, tehát a várostól, és hogy ott ilyen kacatok között egy zsákba találta. És hogy akkor kilakott a házba, hogy el tudja mondani, hát egy idős hölgy, a férje főorvos volt, és akkor lehet oda már egy történetet kreálni, nem? Hogy hát ezzel szervírozták a süteményeket, vagy hát hogy, hogy kerül oda egy tortalapát, és akkor így alakulnak ki. De tényleg kanyarodjunk vissza a tortalapátoktól. Na de a tortalapát volt az elindítója? Akkor a. Ez hogy... az egy szem tortalapát volt annak az elindítója, hogy én mindenféle hát kulturális értékek után kezdtem el kutakodni. De hát nyilván a, a cukrászat és a kultúra elválaszthatatlan, ha azt nézzük, hogy Például a helta ilyen őtől kezdve, aki a kis cukrázda nevezetű színdarabot írta, vagy öm, hány filmet látunk Igen. a világháború előtti időkből, 30-as évekből, majdnem mindenhol egy cukrázda jelenet benne van. Tehát ez elkerülhetetlen. Egyrészt azért, mert mindenki vonzódik, ez egy jó téma, hogy úgy mondjam, ez egy édes kis téma, és öh, hát akkor nem lehet kikerülni. Hát Ezután jött Franciaország. Ég eredményben, ö, ö, igen. Öt év. Öt Égen. év Franciaországban. Ott mit csináltál? Hát ott egy magánstúdióban dolgoztam, és szerencsére az volt a téma, tehát amit elvállaltunk, hogy tudósítam, már mint a főnököm, ahogy tudósításokat küldünk, az a gasztronómia, a politika és a sport. Na és akkor ez a gasztronómia része, ez egy kicsit jobban érdekelt engem, úgyhogy mentünk rengeteget forgatni. Dél-Franciaországban laktunk egy csodálatos kis városba, úgy hívják, hogy Bormle hát a virágok, hmm. a Mimózák városa, ugye és tengerparton van maga a település, nagyon szép, és azon a környéken forgattunk, tehát nyilván belekerült a Mantoni Narancsfesztivál, a Nidzai Világkarneváltól kezdve, Szentklerbe Clairbe a... a Cigány találkozó, ahol, amit minden évben megrendeznek, és hát egy fantasztikus hangulat. A Kamárkban van ez, szintén ott a Marszály közelébe. De franciául, bocsánat? Ö a filmeket németül, tehát a német televíziónak készítettük. Igen, de hát nekem meg vannak archiválva magyarul is, mert alá mondtam a szöveget magyarul is, úgyhogy ez Tehát a német, is... német cégnek dolgoztál igen, dél igen, franciaországban németül, Az igen. egy külön sztori lenne, hogy hogy kerültél oda, azt most ugorjuk át, mert akkor az egész műsor ezzel fog elmenni. És így ismerkedtél meg közelebbről a francia gasztronómiával. Így van, így van. Így és van. az a tudás, és az a nyitottság, amivel te közeledtél feléjük, és át tudtad tekinteni a te tudásoddal, hogy ők mitől csinálnak jó gasztronómiát, jó cukrászatot, azt hoztad haza és az inspirált, amikor hazajöttél, hogy egy kicsit másképp tekints a magyar cukrászatra, és egy kicsit próbáld inspirálni arra, hogy ők is egy másik úton indulhassanak el? Hát végeredményben igen. Tehát hazajöttem 2000-be, és akkor elkezdtem tanítani a Zsámbé-Kipremontrai iskolába szakoktatóként. Mm. És akkor a kollégámmal együtt megírtuk életem első pályázatát, a Tempusz közalapítvány kezerte, tudom nem a reklám helye, de tényleg ő kezeli, Leonardo, és később meg Erasmus, Erasmus programokról van szó. És miután a szakiskolának írtunk, megnyertünk asztalos tanulóknak, meg hát vendéglátós tanulóknak. És akkor a Parizon úr, aki nekem a ugye a főnökön volt ott Franciaországban, ő neki megkértem a frankfurti kapcsolatait, hogy vegye igénybe, és keressen nekünk egy szállodát, ahova ezek a gyerekek, ezek a tanuló vagy sztázsolási idejüket eltölthetik, és marha szerencsénk volt, mert a Frankfurter Hof, az a Steigenberger szállodának volt a flaggenshipje, tehát a zászlós hajó, ez egy AG volt, tehát egy család tulajdonába volt a Steigenberger család tulajdonába, és az igazgató, a Mitrovics úr, az osztrák volt, és oda mentünk, és azt mondta, Frau Wojtek, dobos torta, Rigó alles klar. <laughs> <laughs> Úgyhogy nem kérdezett ő ott semmit, a gyerekeknek szállást adott, a, a kosztkvártéjukat hát hozzájárult mondjuk itt személyzeti áron, szóval befogadtak, hogy úgy mondjam, és hát ott voltunk, négy éven keresztül csináltunk úgy egy cukrázdát a diákok segítségével, hogy ott a szállodában, igen, hogy szeptembertől decemberig. Ez egy program volt, az volt a neve, hogy Patisserie der Kaiserzeit, és akkor hagyományos, hát a monarchiabeli süteményeket csináltuk, Úgyhogy volt mindig egy vagy két cukrász, aki vezető volt, aki irányította a négy-öt gyereket. Úgyhogy ez így működött. Esetenként csináltunk olyat is, és vállaltunk, amikor más szállodába Merenek híre ment. Hát, a Mitrovic ide hívta a magyarokat, és milyen jól megy neki ez a cukrázda, és nem tudom hogy csoda. És akkor ö, ö, jelentkeztek Eltvírből, Gravenbuchból, és ö, a, a, Magyar Turisztikai Hivatal, vagy nem tudom én mi volt akkor a pontos neve, annak a vezetője és a Klári rengeteget segített nekünk. Vittük akkor a szakács tanulókat, már nem csak cukrász, hanem szakács tanulókat, és a magyaros napokat csináltunk, akkor már jött a szakoktató tanár is. Hát szóval mindegy, ott egy ideig Frankfurtba mi mindig nagyon népszerűek voltank, voltunk, mert egyrészt hát ingyen dolgoztunk, hát az nekik pínuc volt, amit odaadtak nekünk, másrészt egy különleges kínálatot adtunk, harmadsorban meg ők is tanultak egy csomó mindent. Hát karitatív tevékenységet végeztek, mi meg ott terjesztettük a magyar kultúrát, mármint a gasztronómiát, ami a kultúra egy része mindenféleképpen. De aztán ez folytatódott és nem maradt abba, hiszen a, a cukrászokat, onnantól kezdve már azokat is, akik valamit letettek az asztalra, te mindig is felkaroltad, és mindig is külföldön mutattad be a magyar cukrászokat, versenyeket szerveztél, idehívtál külföldieket, hogy egy kicsit megújuljon, hogy egy kicsit rátekintésük legyen a magyaroknak is arra, hogy mások ezt hogyan csinálják, hogy tudnak egyáltalán megújulni, és nem csak a hagyományokat idézőjelben tovább vinni. Uh -huh. Ez úgy volt, hogy amikor a iskola, iskolába csináltam ezeket a pályázatíró programokat, akkor utána rájöttem, hogy ezt én is tudnám egyedül írni. Ráadásul a iskolában megszakadt a kapcsolatom, mert ilyen-olyan okoknál fogva, tehát zsámbék, ki kellett járni, anyukám beteg lett, szóval sok minden oka volt ennek, és akkor... Hát fölkerestem a Pataki urat, hogy én ezt és ezt csináltam, hogy én kinnéltem Franciaországba, van egy csomó ismerősöm, mert amikor ott forgattunk, ugye mindig eltettem a névjegykártyát, voltunk szakiskolába, voltunk cukrászoknál, voltunk pékeknél, stb. stb. És hogy nekem van egy csomó ismerettségem, ne kallódjon, írjunk pályázatot. Tehát a pataki út, Úrnak a Pataki Jánosról, a Cukrászipartestület elnökéről beszélek. Ő volt az, aki zöld utat adott ehhez a tevékenységhez, és akkor így kezdődött el, hogy írtunk pályázatot, hol nyertünk, hol nem, minden második évben nyertünk, és akkor egy ilyen 40-50 volt, amikor 70 főre nyertünk pályázatot, és vittük ki őket. Na, kihez vittük ki őket? A Mátyási, a Döni mátyási -nek a nevét kéne megemlíteni, aki ott lakott azon a környéken, ahol én, és az egy remek francia cukrász és pék volt apukája is, és ő is. És ő elhatározta, hogy ő ezt nem akarja csinálni, akar bagetteket sütni, meg croissantokat, ő valami mást akar csinálni. És bezárta a boltot, vagy a apukája vitte tovább, addig nem tudom, és egy évre elment Japántól, Koreától, Amerikától kezdve a világba, hogy lássan, lássa, hogy mi történik a világban. És akkor hazajött, és teljesen átalakította az üzletét. Na és ezt a szemléletet, ezt, ezt szerettem volna, hogyha meglátják a magyar cukrászok is, nem azért, hogy átalakuljanak, hanem hogy frissüljenek. Tehát, hogy ne, ne ugyanaz legyen, nem azért, mert rossz a magyar hagyományos cukrászat, hiszen én annak a szenvedélyes terjesztője szeretnék lenni, vagy szeretném magam annak kinevezni, hanem a szemléletet, tehát azért nem lehet mindig uh, ugyanabba a, a mocsárba lenni. Nyilván az augusztúr is persze a ezt most csak példaként mondtam, nem tudom, hogy így csinálja, de mondjuk egy nagy cukrász is hagyományosan a régi receptek szerint csinálja, de már nem olyan a sütője, ugye az már másfajta sütő. Nem, nem annyi ideig süti. A liszt már honnan tudjuk, hogy milyen lisztel sütöttek száz évvel ezelőtt? Egész másfajta kezelése van a gabonának, stb. a föld minősége egész más. Tehát tudva, akaratlanul is változtak, mert muszáj volt megváltozniuk. Na, szóval mindegy, a lényeg a szemléletet akartam idehozni, és akkor így kezdődött az, hogy amikor kimentünk ilyen mobilitási programokkal, a Mátyási úr ajánlott, hogy ide menjünk, oda menjünk, ott megismerkedtünk újabb francia cukrászokkal, és azokat aztán az utazás révén ugye behívtuk Magyarországra, ekkor már az ipartestület segítségével, és itt tartottunk Hát akár mondhatom is, hogy talán elsőként francia és olasz cukrászok tartottak itt hazánkba mesterkurzusokat. A stúdió vendége a mai karcolatban Vojtek Éva, a Cukrászmester magazin főszerkesztője. Fantasztikus történeteket és sztorikat mesélsz nekünk, és azt szereted volna, hogy egy kicsit a szemlélet változó, és kicsit megújuljon a magyar cukrászat is. Mit láttál? Nyitottság volt a magyar szakemberekben erre? Igen, tehát ezt teljességgel elmondhatom, hogy hát egy példanév nélkül, hogy kimentünk, megnéztük a Mátyhási úr üzemét, hát szó, hang a... Az. Hang a... Hang Igen, lehet le megszegik. <laughs> na, ez volt, igen. És uh, hazajött a cukrász, és azt mondta, hogy na, én akkor bezárom a boltomat, lehúzom a redőnyt ilyet fogok csinálni, mert ez, ez fantasztikus. A koncepció, ami mögé van rakva, a marketing, bla, 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 És megcsinálta. Hát azért ez egy nagyon nagy vállalkozás volt, mert ugye nem azokat a süteményeket csinált, amit a vendégei elvártak, egész másokat, drágábbakat, nem tudom én micsoda, és valahogy beindult. És azt mondta, hogy hát ezt ő nem hitte volna, és hogy így, meg úgy. Pár éve találkozom vele, Mondom neki, hogy na, és mi van a izé? Hát, azt mondja, hagyjad már. V mindenki keresi a régi süteményeket, mert egy olyan városban, lakik, ami egyetemi város, és tele van külföldivel. És a külföldiek mit, mit keresnek? Akarsz. Az Igen. a hertortát, a dobostortát. Úgyhogy most mit csinált? Tulajdonképpen azt a tudást, amit ebbe az innovatív francia cukrászatból kiszedett, az beépítette az előállításba, az elkészítésbe, a gyártási technológiába, és újra kínálja a dobostortát, az eszterházi tortát és az egyebeket. Tehát végül is van egy hasznossága mindennek, egy megújulási része az egésznek, ami szerintem elengedhetetlen. Nem kell. Ö, ö, újra varni, nem kell nem tudom én mit csinálni, lehet a régieket is, csak tudomásul kell venni, hogy Hiába mondom, hogy én a régit csinálom, nem csinálod a régit, mert az alapanyag nem az a technológia, a gépek hozzá, a tárolás, mindegy. Szóval. És nagyon sok függ tőlünk fogyasztóktól is, nem? Fogyasztókon is sok múlik, nem Éva? Hát mert hiába kínálja ő a modern technikával elkészített fantasztikus kreálmányait, amely teljesen előtt a hagyományos magyar süteményektől, ha én bemegyek a cukrászdába, és azt kérdezem, hogy hol van az a hertorta, mert én azt szeretnék enni. Tehát nekem is meg kell újolnom fogyasztónak, nem? Hát ezt minden cukrász elmondja, főleg azok, akik a francia dizájnnak a követői, uh -huh. hogy edu edukálni, ezek ilyen nagy népszerű ízék, edukálni kell a fogyasztókat. Na most... Én nem vagyok cukrász, nem tudom, hogy tudnék-e egy üzletet fenntartani, tehát fenntartásokkal az én véleményemet, de én azt, az én meglátásom a következő: hogy Pesten egész máshogy kell dolgozni, és más kínálatot kell föltartani bizonyos szempontok figyelembevételével, mert most ezt pozitív értelemben mondom, ez egy kozmopolita város. Tehát itt mindenre van vevő, de én azt gondolom, hogy egyszer. Uh -huh. Tehát az újdonságokra egyszer. És kétszer, meg háromszor ak akkor, hogyha az finom is. Tehát az finom is. És ha nem finom, akkor Eszterházi tortát fog kérni, vagy mit tudom én, micsodát, zaherszeletet, vagy dobostortát, vagy túrost. Vidéken viszont egész más a helyzet, mert ott is elfogadják... Helyel közel és rövid ideig, vagy egy alkalomra az újdonságot, de én azt hiszem, hogy majdnem minden vidéki cukrászdában a standard magyar tradicionális sütemények megvannak, és keresettek. Hát most mondok cukrászda neve nélkül, de szarvason van egy szvaroznyika nevezetű szlovák túrós lepény. Ha azt a cukrász nem csinálja, hiába egyébként egy dizájn cukrász is lehetne, és vannak nagyon szép termékei a boltban. Ha az nincs kirakva a tepsi számra, ilyen nagy plé számra az üzletbe, akkor a vendégek reklamálnak. Azért mennek oda? Hát azért mennek oda. Na de teljesen jogos. Teljesen jogos. Most Pesten például van olyan a cukrázza, aki szakosodott arra, hogy csak olasz süteményeket csinál, csak francia süteményeket csinál, csak makaron csinál. Akkor a vevő azt tudja, hogy ha oda megy, ezt fogja kapni, és reménykedik abba, hogy a legjobb minőségbe. Na most az, hogy tehát mindenkinek jó szolgálja lenni, ez nem működik ebbe a szakmába se. De amikor meg akarod mutatni a különböző versenyeken a magyar cukrászatot, meg versenyekre viszed a felkaroltakat, akiket felfedeztél, meg kint akarod megmutatni a magyar cukrászatot, akkor is a hagyományra kíváncsiak? Hát a, a verseny az egy külön az világ, egy külön és világ? abba én nem tudok beleszólni, mert én csak abba támogatom őket, hogy esetleg például ilyenkor a Domonkos Dávid, akit tudok mondani, hogy segítettem abba, hogy egy hétre egy nemzeti tehetségprogram keretével kimehessen egy híres csokoládémesterhez, és utána aztán őt elragadta a hév, és azóta is kim van, és híres és versenyeket nyer. A nagy versenyekre hát oda hatalmas támogatás kell, és jellemző is, hogy kik szoktak ilyen versenyekre járni, meg kik szervezik, tehát az nem az ipartestület, vagy a Vojtekéva a büdzséjéhez való, azt általában nagy szállodás cégek, a turisztikai hivatal, igen, nagyon sok pénz van mögötte. Hát például beszéltem egy koreai csapattal, még nagyon régen, három három hónapig éjjel-nappal egy szállodába percre pontosan, nem tudom én hányszor legyarkorolták ugye a munkájukat, amit aztán a versenyen csináltak. Szóval hihetetlen. Hát az, az egy más, tehát a versenyek az egy szponzoráció állami, vagy egyéb magáncégek támogatottsága, és nem egy szakmai szervezet. Mi csak azt tudjuk megtenni esetleg, hogy ajánljuk az illetőt. Tehát egy fiatalt, hogyha látunk, akkor, de hát azt más is észreveheti egyébként. De amikor meg akarjuk mutatni a magyar cukrászatot, akkor kell, hogy legyen benne hagyományos is meg, új is? Külföldön? Igen. Nem. Nem nem, csak a hagyományost. Tehát most például voltunk Olaszországban, ahol ugye egész más szemlélet van, mint a franciák, nem a franciáknál. Azt mondják, mikor eljönnek ide egy, és egy cukrászdába elviszük őket, hó, hát ez egy időutazás. Tehát szóval az nekik egy ilyen mágikus dolog, hogy visszamennek az időbe. Az olaszoknál pedig egyáltalán nem, mert ott annyira regionális a szemlélet, nem véletlenül, hmm. hogy a slow food mozgalom az olaszoktól indult ki, hogy hogy ott megkérdeztük, Luka mellett voltunk egy kis üzembe, hogy hát van itt a régióban valami jellegzetes sütemény, azt mondja, hol? Hát itt, itt most mutatom be valami rizses csokoládés szelet volt. Szóval most mutatom be, hogy mi mit csinálunk. Na de, hogy itt a környéken például Pízába vagy valami, azt hát honnan tudjam, az 30 kilométerre van. Tehát, hogy így, tehát ezt ők komolyan annyira gondolják. Lokális. Tehát annyira lokálisak, hogy valami egész. Persze lehet kapni Miná Milánóban kanellónit, vagy szvoljatellét, vagy nem tudom, ami persze déli sütemény, vagy szicíliai, de, de a szemléletet akartam ezzel illusztrálni, uh -huh. hogy, hogy ott más szemlélette. És amikor ott mi bemutatunk egy régi tortát, tehát a, mondjuk a dobostortát, vagy a almáslepényünket szoktuk, vagy a megyesrétes, vagy ilyesmit, hát ők, ők élvezik. Tehát ők, ők elragadtatással. Na most egy franciának bemutatok egy rákóczi hát az éledelmességből. Mondjuk erre a sztvarozsnyikára, amiről az előbb beszéltem, azt mondták, hogy azért kérik a receptet, de az nem azt jelenti, hogy úgy fogják megcsinálni, hanem, hogy maga az ízvilág meg a ízé, az nekik tetszett nagyon. Inspirálja őket. Uh -huh. És akkor terjünk egy kicsit vissza a vendéglátóipari, a kereskedelmi és vendéglátóipari múzeumhoz, mert hogy annak az emlékérmét kaptad most, meg augusztus 20-án, te neked régi kapcsolatod van a, a múzeummal, említetted, hogy a mentoraid is a kutatásaid a tortalapátok kapcsán, de elindítottál egy nagyon népszerű sorozatot annak idején a, a múzeumban, amely a kortárs cukrászokat mutatta akkor be, és az nagy sikerrel, futott, ugye, talán öt évig is? Majdnem öt évig, igen, és a célja az volt, hogy a hazai cukrászokat bemutasok, főleg vidékieket, ugye, mert a közönség az magától értetődően pesti, és hogy ismerjék meg azokat a cukrászokat, akik valamit letettek az asztalra, a maguk környezetében, a maguk városába, és akik, akikről keveset beszélünk. A cukrászat nem egy olyan szakma, mint egy költő, vagy egy festő, akit nemzeti panteonokba emelnek, mert ezek családi vállalkozások, és hogyha a papa után nem következik a fiú vagy a unoka, akkor kész vége. Hiába alkotott ő egy nagyszerű dolgot, mindenki elfelejti. Szóval a zserbó, a kugler, hogy úgy mondjam, a kugler is ezért gondolkozott sokáig, hogy kinek adja át az üzletet, mert ugye neki nem volt. Kinek hátadnia, és hogy, hogy olyan legyen, aki az ő élete munkásságát tovább viszi. És hát a magyar cukrászok közül nagyon sokan vannak, akik akikről keveset tudnak, pedig érdemes rájuk figyelni, több generációsok, csak hát ugye a maguk is szűk környezetében, hát itt van például, névvel mondom, mert ez nem, nyilván nem reklám, de 95 éves lesz lassan a szombathelyi mészáros cukrászda, már az ötödik generáció csinálja, vagy itt van a... Hát az Auguszt úrat ugye nyilván mindenki ismeri, a, Balatonfüreden hallottam, vagy láttam A Bermanék egy... is vannak, Igen. A, ők is nagyon régen, ugye ott Kétág van, a Győri, Igen. Balatonfüredi, a, akik több generációsok, és persze, aki ott lakik, az beszél róluk, de aki Orosházán lakik, az nem tudja, hogy ki az. Tehát azért én úgy gondoltam, hogy ezt így érdemes így megfuttatni, ezeket a dolgokat, vagy itt van a Suhajda cukrászda Budaőrsről, aki... A, aki a Szegedi nagyon híres Suhajda cukrászatnak a, a hát leszármazottjaként könyvelhető el, de rengeteget tudnék mondani, és ez volt a cél tulajdonképpen. És akkor ez egy ilyen beszélgetés volt, ahol két embert mutattunk be, és akkor utána lehetőség volt megkóstolni az ő specialitásukat, hogy uh -huh. a ház hát hogy tényleg mit tudnak tulajdonképpen, hogy mi az, ami ők kedvelté váltak abba a ez, ez nagyon sikeres estek voltak, teltházal mentek állandóan, de hát a múzeum kiváló partnerként szerepel abba is, amikor az én ilyen eszement ötleteim, hogy határtalan édességek, és akkor a Kárpát-medence édességeiből csináltunk egy workshopot, és akkor hát az úgy nézett ki, hogy palóc édességek, akkor a győri vertperec, szóval minden ilyen régiós a fumu, amit én is akkor alottam Nem először. Is hallottam először. Igen, ez alába egy ilyen kalács szerűség, amit ilyen nagy tepsibe sütnek meg, és hát ünnepi alkalmakra, és akkor kifigurázzák, ilyen baba figurája van, hogy kislány, kisfiú, azt így jelzik, és hát szóval nagyon érdekes, akkor mm. a Schwab sütemények közül is hoztak. Szóval nagyon érdekes kiállítás, ez egy napig volt kóstolható, hogy úgy mondjam, ez a kiállítás, de csináltunk egy ilyen programot, azt már pályázat segítségével, hogy édes kiegyezés, és ez egy sütemény kollekció volt. Egy csomag, hat Igen, hat sütemény állt a doboz, vagy lett a dobozba beletéve. Hát ez több mindenre volt érdekes, és használható a tapasztalat a kiállítás és a bemutatkozáson kívül, hogy mennyire vevők például a magyarok arra, hogy elfogadjanak egy komplet süteménycsomagot, Bárüvetes. ami például Franciaországban nagyon gyakran találkozunk, hogy négy-öt sütemény van beletéve egy dobozba, ki van ráírva, írva, hogy 15 euró, a szevasz, tavasz, viszed vagy nem viszed, ha nem, akkor ott a mellette lévő doboz, abban másfajta sütemények vannak, hogy viszed de megbízol-e abba, hogy mindenfajta ízvilágot kapsz, mindenfajta... Nem, nem volt, volt olyan hely, ahol igen, és volt olyan hely, ahol nem. Hát mindegy. Zajlik most is a multidéző sorozatod, ahol a régi nagy cukrászokat, cukrászatokat mutatjátok. Bocsánat, akkor javíts ki! A multidéző az a régi cukrászdai termékeket Termék. fogja bemutatni. Tehát olyan elfeledett termékeket, amik régen, még akár a háború előtt, vagy akár még a háború utáni idő, persze nem az 50-es időszakot, amikor még egy tejfő, tejszínhabér is lecsukták az embert, tehát nem erről az időszakról beszélek, de ismerték. És akkor Kovács Ándort kértem föl, aki a Zserbónak a ex cukrásza, és akivel együtt dolgoztam a különlegességibe, hogy szedjük össze ezeket a recepteket, mert én is emlékszem olyan finom süteményeket, ő meg de pláne, mert hogy csinálta, és akkor ezzel futunk, de keresek még más cukrászokat is, ilyen idős cukrászokat, akik már akik már nem biztos, hogy hajlandók arra, hogy a francia süteményekről beszéljenek, de még hajlandók arra, hogy a régi süteményekről, a régi technológiákról beszéljenek, és még hát jó állapotban is vannak, mert nagyon sok cukrás sajnos, aki megöregedett, már nem tud oktatást elvállalni, vagy valami. Sanyi bácsi még vállalja, hát nekem Sanyi persze de Sanyi bácsi még vállalja, és olyan süteményeket mutatott be, amit szeretnék, és általában ezt mindenhol elmondom, keressék a Rosalinda tortát, és háborodjanak föl, hogyha nincs a cukrászdákban, mert az egy isteni torta, keressék a pénzes keresék keressék a Julia szeretet, keressék a mandulás kiflit, a Bécsi kockát, tehát ezek mind elfeledett dolgok, mert nagyon kevesen csinálják. És közben gondozod a Spelter Henrik emlékévet, sőt egy másikat is, a Rákóczi János emlékévet igen, is? Igen, annak majd szeptember 25-én lesz szintén a múzeumban egy bemutatóját. A Spelter Henrikről annyit kell elmondani, hogy szerintem az egyik legtiszteletreméltóbb elnöke volt a Magyar Cukrász 26 évig állt az ipartestületnek a úgymond szolgálatába egy aranykoszorús cukrászmester, világot járt, hat nyelvet beszélő, és senki nem tud róla semmit, még a szakma is azt se tudta, hogy kiről beszélek. Úgyhogy most van egy kiállítás. Is most róla, van egy kiállítás, ugye? igen. Tatám volt eddig a Kunidomonkos Múzeumban, mert oda valósít, tehát egy tatai származású, és most került föl a kereskedelmi és vendéglátóipari múzeumba, és mindenkit arra invitálok, hogy menjen el, nézze meg. És szeptember 25-én a múzeumban találkozunk, akkor a Rákóczi János év lesz, és reményei workshoppal és kostolóval és hát reményeim szerint jövőre pedig a Kaflis Kristófnak a munkásságát próbáljuk majd felgöngyölíteni, az egy pécsi illetőségű cukrász, szintén svájci. És nagyon érdekes, amit most már a kutakodásaim eredményeképpen hát földerítettem, hogy ezt 1700-as években rengeteg svájci emigrált, vagy migráns érkezett hazánkba, hát akkor még ugye nem svájc mm -hmm. volt, hanem kantonok, akik közül nagyon sok híressé vált hazánkba, elég ha a Ganz Ábrahámra Zserbóra, és hát most akkor így a részéről a káfliski de van még rengeteg, és ez egy nagyon érdekes és izgalmas téma, hát majd remélem, hogy lesz meglepetés azon az emlékében is, és megemlékezésem, mert érdekes. Ez a, főleg a mai események tükrében, ugye? Közben a Cukrászmester magazin főszerkesztője is vagy. Szoktál te pihenni, Éva? Ja, persze. <laughs> Mikor? Persze, hát én otthon vagyok tulajdonképpen, ez a Cukrászmester magazin, ez egy utókövető, tehát zsurnaliszta szempontból ez egy halálkényelmes dolog. Persze el kell menni írni, kell róla, de nincs az, hogy most így kell leadni, meg úgy kell, meg hogy nehogy az esemény után írjak róla, ami azért előfordul, valljuk be néha a sajtóba. Tehát ez, ez, ez nem presszionál engem, nincsen megkötve se kezem, se lábam, tehát gyakorlatilag az ipartestület híreiről kell írnom, tehát ami a szakmám belül történik, de hogy kivel készítek interjút, meg milyen témákat vetek föl, abba nagyon nagyon lojálisan szabad kezet adnak nekem. És hát akkor ez otthon intézhető. Van egy édesanyám, aki 92 éves, és 024 órás ápolásra szorul, hát ezt 10 éve csinálom, de amikor nekem volt rá szükségem, akkor ő vállalta a segítséget, és szerintem, hát ezt Mindenkit. Tehát ezt nem is akarom hangsúlyozni. Csak azt, hogy mindig azt kell megorganizálni, hogy amikor én otthonról eljövök, a Karcefem rádióba például, akkor addig ki legyen vele. De hát ez egyelőre megoldható. Gyermekeid? Kettő van. És az egyik itt, a másik ott. Az az azt jelenti, hogy egyik Magyarországon él, és nem a szakmá, szakmába kezdett, tehát vendéglátósként Na kezdett el dolgozni, aki. igen, és ott is tanult. Egy ideig, de aztán azt abba hagyta és mással foglalkozik, és a másik fiam az, az az idősebb, az pedig Genf mellett Él Franciaországba, és vendéglátással egy nagy kétering cégnek a egyik vezetőjeként dolgozik. Nagyon fontos kérdéssel szeretném zárni. Azt mondtad, hogy a cukrászatoknál, ugye a dinasztiáknál nagyon fontos az utód megtalálása. Hogyha valaki kitalált valamit, az tovább vigyék, vagy, vagy teremtett valamit, az tovább vigye a fiú, vagy a lány, vagy az utódok, az unokák, stb. Amit te itt megteremtettél Magyarországon ebben a háttér úgynevezett iparban itt a cukrászok mögött, van olyan utódod, aki ezt tovább tudja majd vinni a magyar cukrászat hírét, akár külföldön is? Hát én nagyon remélem, rengeteg fiatal, ma már nyelvet beszélő cukrász van, érdekes módon sok lány, tehát a lányokba, a nőkbe, hát én híresen feminista vagyok a cukrász körülbelül. na szóval a nőkbe én nagyobb ambíciót látok, nagyobb kitartást és minden egyebet, úgyhogy én nagyon remélem, és hát ugye mindig a, van reménykedünk, hogy minden, gyerek legyen külön, mint apja volt, tehát ebben a mondással talán, amit a hegedűs úrtól főkúrtól hallottam. Talán ezzel tudnám ezt illusztrálni, hogy én is, én is abban reménykedem, igen, hogy én nálam is különbek lesznek, akik majd ezt a munkát vállalják. Hát addig is azért csinálja, teljes melbedobással, mert imádnak téged, szeretnek téged, és szerintem most a hallgatók is nagyon megszerettek az elmúlt óra tükrében, hiszen a Magyar Köztársasági Jelzüst érdemkereszt után most vehetted át a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum emlékérmét is. Nézzék meg a kiállítást, ami a te gondozásodban most már... Spelter Henrik. Henrik, igen, emlékkiállítást. Nézzék meg, ha tehetik a múzeumban. te Kéva, a Cukrászmester magazin főszerkesztője volt a vendégem. Megtisztelő volt, köszönöm szépen. Én is köszönöm.